Sziasztok, Doggy vagyok, itt is lennék a Sims 4-nek a 14. részével. Ebben a részben, valószínűleg meg fogunk ismerkedni egy új apukával, viszont gyorsan itt a rész elején szeretnék nektek egy-két dolgot elmondani. Többek közt az, hogy Annának valamiért eltűnt a haja, ugye neki custom haja volt, és most valahogy amikor elindítottam a játékot, kiírta, hogy a custom tartalmakkal volt valami problémája, és hát úgy látszik, Anna haja nagyon nem tetszett neki, úgyhogy gyorsan ezt megváltoztatom, és akkor szerintem közben elmondanám így a, hát, ha nem is annyira hosszú távú, de így a terveimet, amiket így tervezek a sorozattal, illetve hát szeretnék arról is beszélni, hogy ugye miért csúszott egy napot ez a rész, illetve hogy milyen visszajelzéseket kaptam ezért. Hát srácok, kiírtam Facebookra, és egyébként akinek van Facebook oldala, annak tényleg ajánlani tudom, hogy kövesse be az oldalmat, mert nagyon sok mindent kiírok, amit videóformájában nem töltök föl, és általában ez így a videókkal kapcsolatos posztok, szóval nem reklámokat szoktam kirakni, meg ilyen hülyeségeket, hanem tényleg az olyan dolgokat posztolok ki mindig, ami titeket is érdekelhet. Szóval, ugye tegnap kellett volna, hogy kikerüljön ez a rész, és nagyon sokan elkezdtek olyan e-maileket írogatni, hogy egyszerűen nem tudtam hova tenni ezt a dolgot. Erről írtam is egyébként egy rövidebb kis posztot Facebookon. Szóval, srácok, megesik, hogy nem tudok fölvenni egy videót időben. Most igyekszem, itt van, remélem jó is lesz. Úgyhogy tegnap nem akartam, a videó rovására ment volna, hogyha én tegnap leülök videózni. Úgyhogy ezt így gyorsan akartam mondani. Ha valami késik, akkor annak oka van általában, de beszoktam pótolni ezeket. És jöjjön akkor egy kicsit a vidámabb téma. Mindig egyébként rosszabbal kezdem, ez nem jó. A másik az, hogy ugye közeleg a nyári szünet, hogyha jól tudom, akkor jövő hét szerdától már nyári szünet van nektek, legalábbis azoknak, akik suliba járnak, és hát arra gondoltam, hogy esetleg a Sims részeket, illetve esetleg majd más sorozatból is, de inkább azok a sorozatok lehetnek ilyen rendszerben, amikben egyedül vagyok, ugyanis többiek szabadidejével én nem tudok gazdálkodni, hogy esetleg lehetne több videó Simsből biztos, mert nagyon sokan kéritek, illetve a Szegedi Playten többen is kértétek, hogy legyen heti két rész a Simsből. És mivel látom, hogy tényleg ez a sorozat most tulajdonképpen ami a legjobban tetszik nektek a csatornámon, ezért arra gondoltam, hogy ebből lehetne heti kettő a nyári szünet ideje alatt. Aztán, hogy utána mi lesz, szóval szeptembertől azt még nem tudom, az biztos, hogy jobban tudnék haladni, hogyha heti kettő Sims lenne, ugye nyári szünet ideje alatt. Most nem mentettem el a hajat? Húha. Kicsit jobban oda kellene arra is figyelnem akkor. Change Sim. Jó. Csaláskódokat még mindig nem használok. Szóval azt a csaláskódot sem, amivel le tudnám őket karcsúsítani. Pénzkódot biztos, hogy nem. És azt nem is fogok soha. Úgyhogy ezt mindig elmondom, de ettől függetlenül mindig megkapom. Ugyanúgy. Hát, jó. Oké. Okay. Ha rá klikkelek itt a pipára, akkor el kéne, hogy mentse, nem? Mármint, hogy nekem jó az a logikus. Jaj, tudom, mi volt a probléma. Jó, tudom. Az volt a probléma, hogy csak a mindennapi ruhájához állítottam be ezt a hajat valószínűleg. Na mindegy, majd akkor ezt is kijavítjuk. Ezeket jól lenne kidobálni. És azzal is szereznénk egy kis pénzt. Most elkezdi mosogatni. Nem mosogatunk. Szépen tedd le oda a földre, jó? Köszi. Vagy csinálj valami hasznosat. Mi kell neked ahhoz, hogy a suliban előléptessenek? Egy skillt level 3-assá fejleszteni. Miben vagyunk a legjobbak? Ezt hol látom? Megint megváltoztatták ezt a kezelőfelületet. Fitness. Videón gamingben 2-es szinten van. De lehet a fitness kéne fölgyúrni. Mert azért ez mégiscsak hasznosabb, mint a videogaming. Ezt a porrat jól lenne kidobni. Jó. Aztán sára. Tő nagyon-nagyon fáradt. Meg éhes, meg el kéne menni a mostóba. És közben az egyik baba az sír. Húha. Na jó, akkor ne játsz most a játékokkal, ha lehet. Mert aztán megint csak baj lesz belőle. Jó, ő futkos. Neki mi kellene ahhoz, hogy előléptessék? Aha, hát neki is ez. És ő miben jó? Vagyis hát eddig mit tanult? Fitness neki is, meg handiness, meg mischief. Jó,
Ó, hát akkor fitness kéne mind a kettőnél fölhúzni, már csak az is, mert legalább fogynak valamennyit. Életben sincsen olyan csitkot, hogy csak úgy karcsú lesz az ember, sajnos. Ja, az még mindig a... Milyen jó kis teás kannát csináltak, hát... Hihetetlen. Jó. Na, hát itt ledőlt aludni. Ja, a gyerekek miatt nem tudnak aludni. Jó, meg kéne őket etetni, szerintem az lehet a probléma. Feed Battlefield. Cumis üvegben megetetjük őket. És akkor utána, közben be is kakilt. Jó. És ő is bekakilt közben. Uha. Azért a babákkal bőven kell foglalkozni. Ez az ikerterhesség, ez azért ez elég kemény dolog. Jól van. Szerintem ez így meg is lesz. Ó, kidőlt. Valamelyik babának még mindig baja van. Endrének. De hogy melyik ő Endre? Jó. Talán, hogyha egy kicsit foglalkozik vele a kisgyerek, akkor az is jó lesz. Még jó lenne kideríteni, hogy mi lehet a problémája. Ja, még nem cseréltük ki a pelust. Jó, akkor azt ki kéne cserélni. Vagy akkor feküdjön le aludni. És akkor ő cserélje ki a pelust. Ja, a tinik is ki tudják szerencsére. És akkor Sára végre tud aludni. Bár most megint fölkelt. Jaj. Jó, Dayton most nem. Köszi szépen, hogy gratuláltál az új babához. Feküdj le aludni. Fú, ezek a babák állandóan sírnak. Én mondjuk alszik, de... Jó, etessük meg akkor megint. Bár szerintem nem az lesz a problémája. Meg ringassuk meg, meg játszunk vele. Hát, ha az majd egy rendbe rakja a kis lelki világát. Jó. Micsoda? Tudományos kaját akar enni? Azért szépen elhízott itt mindenki ebbe a családba. De Flóriánnak még mindig baja van. Jó. Akkor etessük meg őt is, és akkor játszunk vele is. Hát ha, akkor sikerül elaludni a babáknak. Neki pedig le kéne fürödnie. Jó, Bianca közben megtanult főzni. Legalábbis megtett az első lépéseket a felé, hogy megtanuljon főzni. Jó. És mindenki büdi. Közben vettünk még egy fürdőszobát, ugye? Na, az király. Azt is akkor jó lenne használni, ha már megvettük. Jó, és akkor neki... Valamennyit fejlődött, bármelyik skill is nem fitness-t. Akkor neki is ki kéne tolni. Hát neki a videogaminget kellene, szerintem inkább. Nem nagyon fejlődik. Sajnos nem nagyon fejlődik ezzel a fitness-szel. Pedig azt hittem, hogy ha azért fut egy-két órát, akkor legalább a kettes szintet el fogjuk érni. De akkor fölküldjük játszani. Remélem arra nem kelnek fel a babák. Play game, play incredible sports. Ő pedig... aludjon rendesen, mert most csak így ledőlt aludni. Jó. Így talán egy kicsit jobb lesz. Bianca közben elérte a fitnessnek a második szintjét. Ami azt jelenti, hogy ő is azért halad szépen a felé, hogy majd meglegyen az az ötös jegy, és akkor végre el tudom őt is költöztetni. És akkor majd megint tudunk foglalkozni azzal, hogy új babák. Jó. Sára viszont, ha kipihente magát, szerintem elmegyek vele, és akkor keresünk valami új apukát. Azzal is jól lenne foglalkozni. Még akkor is, hogyha most nem akarok hirtelen... úgy a gyereket, ugyanis azért most elég sokan vagyunk ebbe a házba, illetve hát ikreket már nem tudna szülni, és azért úgy lenne a legpraktikusabb talán, hogyha ikrek lennének a babák. De azért nem árt, hogyha közül megismerkedik új emberekkel. Neki most amúgy mi baja van? Fejlődjél, csak játsszál szépen. Jó, kisrácok egyébként egész jól tudnak magukról gondoskodni, ami mondjuk vicces, hogy pont a gyerekek, a legfiatalabbak tudnak magukról legjobban gondoskodni.
Jön egy kis tejet. Neki a higiéniája van lent, úgyhogy akkor menjen el fürödni. Hát neki a hangulata rossz. Akár nézhetne is valamit. Hát neki jó a hangulata, most videójátékokkal játszik, de amúgy még minden más rossz. Szuper! Jó, megvárom, amíg ezt befejezi. És utána kiadom neki az új feladatokat. Illetve hát... babák most megint miért sírnak? Jó, először csak foglalkoz... Jaj, ő bekakilt. Aha, akkor azért sír. Valószínűleg. Az a baj, nem tudom, hogy hányszor kell itt a Sims-be egy babát megetetni. Azért az úgy jó lenne, hogyha tudnám, mert... kicsit könnyebb lenne. Jó, nem sokára itt van a kisbabáknak a szülinapja. Úgyhogy nem sokára belülük is kisrácok lehetnek. Oké. És akkor együnk még valamit. Cook. Ami egészségesebbet kellene most már készítenünk. Nem tudunk esetleg valami, ami... De csak sütiket lehet csinálni. Campbell stew, chili, fish and chips. Csináljuk egy family size fish and chipset. Egyébként az el is fogy nálunk, mert ez már tényleg olyakkora családi méret, hogy 8 emberre elég a kaja. Vagyunk 7-en, tehát azt hiszem simán be lehet vállalni ezt a family size kaját. Közben szépen kidobáljuk ezt a rengeteg kaját. Illetve hát tányért és porrat. Jó. És akkor még ezt is. És közben megint a babákkal valami baj van. Megint sírnak. Valószínűleg itt fönt. Igen. Közben az is ott tönkre ment. Nagyon jó. Nagyon örülök neki. Ó, neki pedig le kéne feküdni aludni. Jó, akkor menjen el aludni. Hát bocsi Bianca, de egyedül te vagy itt jó állapotban, aki tud foglalkozni a babákkal. Úgyhogy ő is bekakilt, ő nem, viszont akkor őt megetetjük, meg őt is megetetjük. Akkor kicsit foglalkozunk velük. Nagyon akar egyébként foglalkozni, hogy egy kisrác. Jó, te aludj, te is aludj, késő este van. Ő már alszik. Miért nem foglalkoznak a babákkal? Kiadtam. Aj, most tévézik azért. Most mennyi elég a tévézésben, mert aztán elviszik a gyerekeket. Ez még nagyon nem lenne kellemes. Jó, közben ott megjavítja a csapot. Azzal legalább már nem lesz több gondunk. Jó, és akkor most minden tiszta, minden király. Szuper. Lehet, hogy lefektetem aludni, és akkor majd inkább holnap megyünk ismerkedni. Az lenne a logikus. Illetve hát neki valamilyen skillt jó lenne fejleszteni, hogy azért majd őt is föl tudjuk növeszteni. Hát neki a fitness van tulajdonképpen a legjobb szinten. Úgyhogy lehet, hogy az kellene, hogy fusson még egy kicsit. És ha ez megvolt, akkor még lefürdettem, és akkor lefektetem aludni. Aztán el is mehet igazából aludni ő is, mert holnap suli. Ugye? Ja, holnap suli. Most már hétfő hajnali, 00:30 van, úgyhogy azt hiszem itt az ideje. Jó, még gyorsan akkor fürödj le. És szerintem ennyi. Ja, még kéne valamit kajálnia. Open. És ezek csak tányérok? Ugye, megnézzük. Ezek csak tányérok. Ezeket igazán kidobhatnánk, minek hűtjük a tányérokat. Nem hiszem, hogy a hűtést igényel. És elkezdett játszani. Jó, hát... látszik, nem akar lefeküdni, aludni. És utána pedig aludjon. Jó, szerintem ez így már jó lesz. Pedig menjen el WC-re majd, hogyha fölkelt. Na! Kezdem összerakni itt a dolgokat. Elég nehéz egyébként ennyi emberre odafigyelni. Főleg úgy, hogy még kommentálni is kell a dolgot. Egyszer próbáljátok ki. Na, azt szépen szeretném megfogni és kidobni.
Mi nem tudom ezt a te... Jó, oké. Ő pedig éhes. Te akkor te is egyél a fish and chipsből. Nem azt akarom, hogy oda menjél, hanem azt, hogy kidobjuk azt a tányért. De felem ott is megeheted, igazából nem zavar, hogyha ott szeretnéd megenni. Jó. Oké, az pedig... Ne, nem mosogass el. Ah, most már mindegy. Viszont így fel lehet gyorsítani a mosogatást. Ugye a tányér az úgyse veszik el. Kiékszelem, és akkor nem fejezik be az akciót. Ja, hogy hajnali 3-kor küldtem el aludni. Az úgy jó lesz. Meg hajnali 3-kor küldtem el enni, akkor lehet ezért ilyen ducik. Lehetséges. Nem vagyok benne teljesen biztos, de megesett. És valamelyik baba megint sír. De megint bekakírtak. Ezek állandóan bekakírnak ezek a babák. Jó. Ez így jó. Igazából ezt a családot nem csontosnak kellett volna elnevezni, nem kövérnek. Tehát itt mindenki tényleg... Én nem tudom, hogy mitől, pedig szerintem nem esznek olyan nagyon sokat, hogy az legyen a probléma. De aztán lehet, hogy én gondolom csak így. Aztán itt dugiba állandóan nasíznak, amikor nem rájuk figyelek. Jó, viszont most Sára tök jól van. Sára, ugye? Igen, Sára, jó. Nem tudom egyébként, hogy miért. Miért van bennem ez a dolog. Vagyis egy sejtem, csak olyan fura. Jó. Lányok alszanak. Kisrácok. Hát nekik reggelizni kellene. Úgyhogy még mielőtt elmennek suliba, lehet, hogy jobb lenne, ha megreggeliznének. Valószínűleg azért itt jobb kaját kapnak, mint oda benn. Jó, open. És akkor ő is vegyen egy fish and chipset. Így reggelire. Neki kiadtam. Te kelje föl. Jó, szuper. Leckét amúgy megírtek. Én úgy emlékszem, hogy megirattam velük. Jó, elméletileg mindenki megírta a leckéjét. Szuper! Szorgalmival mindennel együtt. Hát... Ilyen felkészülten szerintem még sosem mentek iskolába. Jó. Ez is megvolt. És akkor jó lenne valami kis pénzt is keresni. Jó, ezt pedig dobjuk ki. Jó. Szerintem akkor el is kezdek vele valamit festeni. Talán az úgy jó lesz. Jó, most meg büdös. Akkor nem most fessen, hanem rakjuk rendbe rendesen. Legyen nagyon jó kedve, és úgy álljon neki festegetni. Szerintem csak akkor tud egyébként mesterművet készíteni, ha minden rendben van. Legalábbis az embernek akkor van kedve dolgokat csinálni, amikor nincsen túl sok problémája. Jó, ezt is kidobjuk. És akkor legyen egy klasszikus festmény, és abból is a nagyobb fajta. Ugyanis az az első, hogyha jól emlékszem, amit ki lehet tanulni, szóval valószínűleg abban a legprofibb. Ott van a legnagyobb esélyünk arra, hogy az egy mestermű legyen. Jó. Szerintem ez így jó is lesz. Jó, elment mindenki iskolába, de a kisbabák megint sírnak. Kisbabákkal mi a baj? Ha bekakírni nem kakírtak be, akkor először is majd foglalkozni kell velük. Aztán, hogyha az megvolt, és mi mindig sírnak, akkor meg is etetjük őket. És akkor szerintem ez lesz a rendszer. Na, király. Masterpiece. 1900-at ér. Jó, bekereteztetük, hát többet nem ér, mert mindig 1955-ért tudnék kopit csinálni. De akkor adjuk el a galériának, ugyanis ez az egyetlen lehetőség van. Nekik pedig ki kellene adni azt, hogy tanuljanak keményen. Még akkor is, hogyha feszültek lesznek, mikor hazajönnek. Jó. Hú, ő közben be is kakilt. Jó, azt még talán meg tudja várni, amíg eladom. Oké, el akarjuk adni, igen. Most van 4000 szimoleonunk. Azért ez nem olyan rossz. Jó. Aha, a Florian éhes. Jó. Akkor mind a kettőt megetetjük, mert valószínűleg mind a ketten éhesek.
Szerintem egyszerre szoktam őket mindig megetetni. De itt nagyon beszélgetni akar velem állandóan. Nem tudom, mitől, miért. Mi az oka ennek? Jó, szerintem, hogy most rendben vannak. Oh, megjött a számla. 560 szimulon, az nem is olyan sok. Jó, mondjuk azért nem olyan kevés, de... lehetne rosszabb is a helyzet. Oké. Okay. És akkor most éhes, meg rossz kedvű, meg minden baja van már megint. Pedig jó formán csak itthon volt. Festégetett meg a babákkal foglalkozott. Jó. Ezt pedig berakhatnánk a könyvespolcba, hogy ne legyen ott útba. Na, minden szuper, én úgy érzem. És akkor el kellene kezdenünk ismerkedni. Ugyanis azt is megígértem nektek még itt a rész elején. Ha jól emlékszem. Meki Arden, ezek csajok. Hol vannak a férfiak? Nem nagyon vannak itt férfiak. Eltűntek, elmenekültek. Csak olyan emberek vannak itt, akikkel nem feltétlen akarok úgy ismerkedni. Jó, akkor viszont el kell, hogy menjünk, szerintem. És megint rossz kedvű, meg fáradt. Jó, hát kávézni végül is tud. Szóval szerintem azt kellene akkor most, hogy elmegyünk. Hívunk egy babysittert, az majd foglalkozik a babákkal. Szentex, travel, és egyedül megyünk. És akkor keresünk valami olyan helyet, mondjuk a kávézót. A kávézóban szerintem egyébként még nem is voltunk így napközben, mert mindig csak éjszaka akarok nekiindulni, ugye bulizni, ismerkedni. Úgyhogy akár a kávézóban is megismerkedhetnénk valakivel, és akkor megnézzük, hogy milyen ez a kávézó. Egyébként közben kijött a Sims-hez egy új kiegészítő, hogyha minden igaz. Úgyhogy majd szerintem a következő részben megnézzük majd azt is. Itt lehet saját éttermünk, meg ilyesmi. Jó. Szuper. Hát a lányoknak nem sikerült sajnos még mindig elérni azt, hogy ugye ötösök legyenek, de nem baj. Na, mit igyon? Cappuccino, latte, macchiato, espresso. Az föl fog kelteni. Hogy ő készíti el magának a kávét? Milyen baristák vannak itt? Na mindegy. Jó lesz így is. Tök más emberek járnak ide, tök fura. Remélem azért találkozunk olyan emberrel, akit ti készítettetek. Hát egyelőre nem úgy néz ki. Egyelőre ilyen könyvmolyok szerintem ezek mind, akik itt vannak. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással lesz rá a kávé. Szerintem még nem is ittottunk vele kávét. Meg se itta. Idd meg, hogyha már elkészítettük. Hogy el kell menni a mosdóba. Hát csak van itt valami lehetőség erre. Ó, itt van Mateo, a szerelő fiú. Hát vele elég régen beszéltünk. Melyik a női WC, vajon? Ez a női WC, jó. Akkor gyorsan menjen el. Jó, hogy már el is indult, jó. Ilyen kávégépet amúgy lehetne. Igazán lehetne otthonra is szerezni. Sokszor megkönnyíteni a dolgomat. Viszont itt nem olyan látok új embereket. Ó, itt is lehet festegetni? Ez egy befejezett... Nem tudom eladni. Nem lehet eladni? Ó. Pedig milyen jó lenne. Mindig ide kijönni, eladni mások festményeit. Jó, nem lenne szép dolog, azt így aláírom, de... kicsit egyszerűbb lenne. Most ő ott a WC-ben nekiállt fekvő támaszhozni, vagy most éppen mi történt ott? Lehet, hogy jobb, hogyha nem tudom. Jó, viszont itt nem látok olyan embereket, akikkel érdemes lenne leállni, beszélgetni. Akkor megint utazunk szerintem, most, hogy bedobtuk ezt a kávét. Utazzunk, travel, és akkor valamelyik házba kellene. Ahova beköltöztettem egy csomó férfit.
Itt egyébként itt a bal oldalt vannak ezek a kis házak. Tebe hányan laktok? Oh, innen választunk egyet. Csak-csak találunk majd egyet, ami jó lesz. Illetve remélem, hogy itt nem lakik olyan, akivel már összejöttünk, mert abból azért elég nagy tömeg bunyó lehet. De hát csak nem, azt mondom, összetörjük a szívét. Ja, hogy ti így itt laktok. Aha. De. Simon itt lakik. Válasszunk akkor egyet. Van választék. Akkor csak megismerkedünk, mint barát. A lelkes Tamás mondjuk jó lesz. És akkor majd áthívjuk. Bár így elég nehéz lesz csak egy emberrel beszélgetni. De remélem azért sikerülni fog. Jó pep talk. Vidítsuk fel. Beszélgessünk fel egy kicsit. Egyébként tök jó ez a kis háttér, hogy ott a hajók mennek a háttérbe. Egész szép helyen laknak. Kicsit pletykáljunk. Hát megölelni még lehet, nem kellene. Annyira szerintem még nem jó a kapcsolatunk. Mondjunk neki egy vicces történetet. Mutassunk neki fotókat. Arról a 7 gyerek, 6 gyerekről. Nem biztos, hogy... Nem biztos, hogy jó lenne. Jó. Jó, szerintem egész jól haladunk. Összeillenek, úgy látszik. Jó, get to know, ismerjük meg. Szerintem a friendly-nél van a get to know. Flatter is lehet. Csevegjünk, csacsogjunk. Jó, ismerjük meg. Ó, és közben föl lehetne majd növeszteni a kisrácokat is, hogyha jól látom. Ó, romantikus. Tamás. Vidítsuk fel. Az a baj, hogy most szerintem elmúlt a kávénak a hatása. Nem, még nem. De mindjárt az is el fog múlni, és akkor viszont nagyon ki fog dőlni. Jó, szerintem viszont most már megismerkedtünk annyira, hogy át tudjuk hívni bármikor. Szóval akkor majd otthon folytatjuk a többit. Jó, funny. Még egy viccet mondunk neki, aztán hazamegyünk. Na jó, akkor go home. Bocsi Sára, de most már tényleg haza kell menni. Jó, viszont szerintem a babákat a következő részben fogom fölnöveszteni. Ugyanis most ugye részvégén nem látom túl sok értelmét ennek, és akkor már egyből ugye tudok majd azzal foglalkozni, megírják a leckét, ilyesmi, nehogy aztán elfelejtsem, mert hogy ugye most ezt az egy részt tudom fölvenni, és jövő héten tudja elfelejteni, majd nem írtak leckét, és akkor nem haladnánk vele rendesen. Jó, viszont ők még gyorsan írják meg a leckéjüket. Oké. Te is. Egész jó kedven jöttek haza amúgy a suliból. Ez így meglepett most, azt hittem, hogy ennél sokkal rosszabb lesz a helyzet. Már az egyik baba az sír. Jó, hogy itt álltatok neki leckét írni. Flórián sír, mert bekakilt. Micsoda meglepetés. Jó, beszéljünk hozzá egy kicsit. Ő neki nem kell elméletileg. Most elméletileg mind a ketten jól vannak. És nem lesz semmi probléma, és tudok aludni. Na, tudok aludni? Hát, valamennyit már sikerült neki, úgyhogy szerintem ez most már így jó lesz. Jó. Hogy haladnak közben a leckével? Jó, Csongor befejezte, viszont ő még nem csinálta a szorgalmit. Oké. Ja, kifejezte még be Bianca. Ti is csináljátok meg a szorgalmit, mert aztán nem fognak titeket. Úgymond előléptetni, bár suliban nem előléptetnek még mindig, de nem tudom egyébként erre mi a tökéletes szó. Jobb jegyük legyen. Jobb tanulók lesznek, ugye? Jó. Viszont megtagadtad, hogy megírd a szorgalmit? Vagy most mi van? Megtagadtad, hogy megírja a szorgalmit. Nem, ilyet nem játszunk, szorgalmi az kötelező. Ugyanúgy, mint a lecke első fele. Jó. Oké. Szerintem viszont akkor ennyi is lenne ez a rész.
Úgyhogy remélem tetszett nektek. És hogy melyik nap lesz a nyári szünetben plusz Sims rész, azt még nem tudom, szerintem a szombat az maradni fog. Igen, most vasárnap van. Ezt ugye a rész elején elmondtam, hogy ez miért volt. Majd valamelyik napot kitalálom, hogy melyik legyen az, és akkor szerintem lehet, hogy egyébként egy tök új lesz, rendszer lesz most így a nyári szünet miatt. Facebookon kövessetek be. Ott egyébként a oldalamat, hogyha elmentitek könyvjelzőkhöz, akkor is meg tudjátok nézni, hogy miket posztolok, hogyha nincsen Facebookotok, szóval azoknak is ajánlani tudom, akiknek nincsen, mert tényleg úgy is tudjátok nézni azokat, amiket kirok, kommentelni nem tudtok, illetve lájkolni, de hát itt nem is az a lényeg, hanem hogy eljusson minél több emberhez ez az információ, úgyhogy köszönöm szépen, hogy végignéztétek, és akkor jövő héten jelentkezek, Dogi voltam, sziasztok!